Total Dráma Ráma. A legendás póló. Szóval gyertek! Különleges nap a mai. Ma ér véget Paul 100 éves büntije. 100 évet van bulit szervezni! Erre csak ennyi? Ja, ó ne, megvárhattam volna Paul-t, hát... Paul! Vallunk mágom! Vége a büntinek, szabad vagy! Mi? De hová menjek? A te bajod, nagyon örültem, kikísérlek! Kis ajándék, na pá! Oké, Paul, nem lesz gond. Biztosan nem sok változott az elmúlt 100 évben. Robot! A föld megeszi a lépcsőt. Na hát, ez egy fényképező buti. Uram, uram, ez nem mosdó. Ez a világ nagyon ijesztő. Hogy fogom így kibírni egyedül, hol éljek? Ki fog pudingot kanalazni a számba, amíg alszom? Hihetetlen, hogy Paul 100 év büntit kapott. Igen, ő egy legenda. Az egyetlen, aki 100 évet kapott a csíntevéseiért. Biztos nincs nála nagyobb bajkeverő. Ezt mondd vissza! Nyugi már, haver! Jól mondja, kaptál már ekkora büntit? Duncan sose kapott 10 percnél többet, ciki! Mégis hogy mondhatsz ilyet? Hiszen ismersz engem, rémes vagyok, a szivatás hercege, a káosz királya! Dehogy! Bocs, Duncan, de Paulhoz képest a te rosszaságaid, kismiskák! Hogy merészeled? Mit tett, ami annyira lenyűgöző? Nem tudom. És nem is akarom. Van egy könyv az irodámban, ami beszámol minden itt történt csíntevésről, még Pauléról is. Azt rebesgetik, hogy bárki, aki elolvassa Paul rosszaságait, agyalágyultá válik, és elküldik egy speciális szigetre! Ez Paul! Hogy találd meg! Ne már! Egyáltalán nincs olyan jó trükk, amit ne csináltam volna meg. Hé! Nem baj, hogyha Paul jobb a rosszaságban, mint te. Ne szamarkodj, amit csinálsz az! Cuki! Cuki? Nyugi bugi! Nem mindenki lehet olyan rossz fiú, mint Paul. Azt már nem. Nem hagyom, hogy az a véntrogy ellopja a trónomat. Szépen rá kell jönnöm, hogy mit tett Paul, és aztán kitalálok valami jobbat. Nekem kéne legendának lennem. Már csak egy perc, és az a könyv szépen az enyém lesz. Hű, egy szép a szépben. Ez aztán nagyon állat. Ez lesz az. Igen, kiderítem, hogy mit tett Paul. Felülmúlom, és én leszek a legendás. Mi? Sikerült elintézned magadnak egy 10 perces büntit, fiacskám. Tiki! Na jó, akkor arra jutottam, hogy egyedül Paultól tudhatom meg, hogy mit tett 100 évvel ezelőtt. Már ha megtalálom. Ó, kérlek, éhes vagyok. Ó, de hiányzik ez a bünti. A kutyafáját! Nem találom őt. Bárhol lehet. Biztosan mókázik valahol éppen. Paul! Hát végre megvagy, de jó! Páj, mióta ilyen gonoszak a galambok? Ezt most egyáltalán nem értem, úgyhogy inkább hagyjuk. Tudom, hogy régen nagy menő voltál, és hát én is rossz fiú vagyok, tudod? Ezért arra gondoltam, hogy elmondanád esetleg a titkodat? Betoltam egy fotófülkébe. Mi? Nem, nem ezt, hanem azt, amit 100 évvel ezelőtt tettél. Kérlek, bármit megadok érte. Bármit! Ez a kölyök visszajuttathat? Hát, mivel nincsen saját gyerekem, megtaníthatom a gonoszság csinyát, binyát. Jaj, hagyjuk már, nekem nem a bevezetés kell, csak az a szivatás, amiért azt a nagy büntit kaptad, Paul. De hiszen nem ránthatom le róla a leplet csak úgy, az agyad darabokra esne, mint egy túlterhelt kocsi egy rönkúton. Mégis ki csinál utat rönkökből? Csak mondd már el azt a régi trükködet. Hé, megszoksz vagy megszöksz? Oké. Jó. És csak az oviban csinálhatjuk, úgyhogy vissza kell csempészned engem. Jó, mindegy. Keressünk neked valahol akkor egy árruhát. Oké, lássuk csak. Túl laza, túl aranyos. Ó, ez túl kakis.
Tökéletes! Haver, hidd el nekem, hogy senkit nem fog meggyőzni az a propelleres sapi. Már kb. 100 éve nem divat. Nekem jó lesz, és csak hogy tud, a divat mindig ismétlődik. Miközben az ezredest keresték, Willard tudta, ez nem átlagos küldetés. Duncan, hát te? Ez kicsoda? Egy új gyerek, a neve Paul. Nem Paul, Nepal, Napóleon, így hívják, Napóleon. Ismerős vagy, és én. Ó, tényleg? Láttál már öregeken ilyen sapit? Igaz, üdv az óvodában. Oké, mégis bevált a sapka. Szóval most már elmondod nekem azt a dolgot? Lassan a testtel! Tanulj meg járni, mielőtt futni kezdenél. Eléggé szörnyen fejezed ki magad. A lényeg tehát, hogy a nagy dolgok előtt jönnek a kis dolgok. Tehát az első csintevést úgy hívom, robbanó reterát. Cseh, piskóta! Figyelj, szerintem menj a másodikba. Az a kedvencem... Ennek a neve zuhanó sündisznóvödör. Ez is menni fog. Aj, álmomban is, papa. Ez ki volt? Ez nem más, mint a nagy dolgok előszobája, fiam. A kígyókaja támadás. Komolyan? Te most amatőrnek nézel? Egy kígyókaja támadás rendel. Sötét! Ha-hó! Ha-hó! Nem, most már elég az előételből, Paul. Készen állok a főfogásra. Ho-ho-ho! Akkor jöjjön tehát a nagy trükk. A neve csengetés. Várj, mi? Csengetés? Mi? Ez lenne az a nagy trükk, hiszen már 1000 éve csinálom. Igen, mindenki csinálja, de nem úgy, mint én, a titok, a folytonosság. Újra, és újra, és újra. Összezavarja az embereket mindet. Csengettek, de nincs itt senki. Nem bízhatok a saját szememben. Egy szellem volt. Dobjuk a jószágot a kútba. Király volt. Ez tette Polt legendává. Gáz. Iszonyat könnyű lesz ezt felülmúlni. Figyelj, tudom, hogy ász vagy, de mondjuk miért nem modernizáljuk ezt egy kis Duncan varázslattal? Így, az árokásóval lyukakat fúrunk a földbe, ahová katonai rakétákat teszünk, rakunk egy jó nagy halom tűzi játékot Séf kocsijába, és végül egy torta. Na, hogy tetszik? Ó, ez a kölyök a csíntevések Da Vinci-e, és ez... Elintézhet egy életre elég büntetést. Na most majd megmutatom nekik, hogy én vagyok a legenda, és Paul nem más, mint egy vén senki. Oké, így jó is lesz. Az összes tűzijáték a kocsiban van, és végre kezdődhet az óriási szivatás. Ingyen torta! Fura! Kattant egyet. Tűzijáték! Ez egy csíntevés! Bárki is tette! Az 200 év büntit kap! Séf, büszkén bevallom, hogy aki ezt tette, az nem más, mint... Én! Napóleon, de miért? Pohol, annyira tudtam! Nyomás a sarokba! Várj! De hát én voltam! Én tettem! Nem, ez nyilvánvalóan Paul műve. Király volt! Paul most még nagyobb legenda. 200 évnyi büntetés, ő a leges legnagyobb. De... Ne búslakodj! Ma nagyon jó fiú voltál. Én voltam, nem én!